Újra együtt címmel nyílt meg Kígyós Sándor szobrászművész és lánya Kígyós Borbála képzőművész első közös kiállítása a Dombovári Majoros Galériában. A fiatalon elhunyt szobrászművész egyszerre alkotóként és népművelőként foglalkozott a művészettel. Lánya elérkezettnek látta az időt, hogy közös kiállításon mutassa be munkáikat. Az embernek szerintem vannak az életébe forduló pontok és olyan események, amik nagyon elgondolkoztatják. Hát ma az én életemben is eljött egy ilyen, amikor úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne megmutatni azt, hogy ketten mit csinálunk együtt. Az egyetemen én fémszobrászatot tanultam többek között, csak aztán másként fordult az életem, és amikor elkerültem Japánba, akkor ott lehetetlen lett volna ezt folytatni, és más irányokba, más oldalra fordult a figyelmem. A japán kultúrával nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, és nagyon intenzíven, nagyon mély a kapcsolatunk családi vonatkozás miatt is. Az Ezer Daru történetével szintén egy nehéz periódusban kerültem kapcsolatba. Ez egy ősi japán, gyakorlatilag ima, meditáció, szokás, hagyomány az Ezer Daru szimbolikája. Nehéz vagy sorsfordító helyzetekben, vagy vágyott helyzetekben, tehát például egy házasságkötés előtt, ha valaki meghajtogatja az Ezer Darut, akkor a kívánsága japánok szerint valóra válik. A darvak elkészítése 5-6 hónapot vett igénybe a dizájnerként is dolgozó képzőművésztől. De van, akinek ez tovább tart, van, akinek rövidebb ideig. Tehát ez, amit itt lát, ez egy olyan kb. 6 hónapos periódus. Ez most itt van először kiállítva, ez az én életemben a második ilyen daru installáció. Az első már nincsen, már beteljesítette azt, amiért létrejött. Ott állítottunk mellette mementót ennek az első Ezer Daru szimbolikának. Úgyhogy ez a daru installáció, ez itt került most először felállításra. A kiállítás darabjai között ékszerek is találhatóak. Borbála 2016-ban egyetlen magyar tervezőként volt jelen a párizsi ékszerkiállításon. Én elég sok területen dolgoztam, és dolgozom is folyamatosan. Ékszerek szintén egy csendes periódusban jöttek, amikor úgy olyan fordulatot hozott az életem, hogy azt gondoltam, hogy valamit én, tehát egy tárgyat úgy szeretnék meg elkészíteni, hogy csak én csinálom az elejétől a végéig az összes műveletet. Kígyós Sándor szobrászművész grafikái először láthatóak kiállítás keretében. Ez idáig a nagy közönség még sehol nem találkozhatott velük. Szobrok legnagyobb része olyan, ami most is a családunk tulajdonában áll, és édesanyámhoz és hozzám nagyon közel áll. Tehát amik nagyon fontosak számunkra. A grafikái most itt vannak először kiállítva. Olyan grafikákat választottam, amikre emlékeztem gyerekkoromból, hogy számára fontosak voltak. És nagyon sok mindent megtanultam most én az édesapámból ezekkel a grafikákkal és a szobrászi gondolkodásából is nagyon sok dolgot megértettem, ahogy válogattam és néztem az anyagát. A kiállítást megnyitó művészet történész hangsúlyozta, nem egyedülálló, hogy családtagok együtt mutatkoznak meg a nagy közönség számára. Ebben a kiállításban mégis van valami különleges. Kígyós Sándor, aki tényleg ilyen üstökösként a 80-as években az egyik legtehetségesebb szobrászunk volt, és a korai halála miatt igazából egy picit elfeledték. Nekem most azért érdekes ez a kiállítás, mert hogy együtt őket így még nem láttam, tehát önkéntelen az ember összehasonlítgatja, keresi a közös vonásokat, az eltéréseket. A kiállítás és az Ezer Daru origami alkotás október 31-ig látható majd a galériában, ahol különleges háttérként szolgálhat házasságkötésekhez.